Na hát szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon, amikor az nyilván feltűnt, most nem Zalenszky Gáborról fogja tartani az előadásokat, hanem én, Mátuk Péter vagyok. Ugyanannak a szervezetnek egy másik munkatársa. És az a helyzet, hogy azért osztottuk el így a területeket, mert mi Gábornak rendkívül komoly gyakorlati tapasztalata van a saját szakterületén, főleg azokról a dolgokról beszélt egyébként korábban. Nekem a rendszerüzemeltetés területén némiképpen nagyobb gyakorlatom van. Először engedjétek meg, hogy nagyon röviden bemutatkozzam. A nevem az Mátuk Péter, ahogy az látszik. És az elmúlt nagyjából 15 évben Unix rendszerekkel foglalkoztam. Annak előtte, hát 98 előtt még ilyen szoftverfejlesztés, meg hálózatokat tanítottam a Kecskeméti Főiskolán, és aztán kezdtem el Unix üzemeltetéssel foglalkozni. Először szervereket üzemeltettem, aztán utána főleg tűzfalakat. Egyébként az elmúlt időszakban, mondjuk nagyjából az elmúlt 14 évem legnagyobb részét tűzfal üzemeltetéssel töltöttem, illetve hát azért lehet azt mondani, hogy nagyjából csak akasztott ember nem voltam ezen a területen. Üzemeltettem is, terveztem is rendszereket, és konkrétan egy szoftver tűzfalat is segítettem tervezni, illetve részt vettem a fejlesztésében. A mai alkalommal alapvetően ilyen kiegészítő funkciókról fogunk beszélni, amelyek általában egy szervertelepítés után szükségesek ahhoz, hogy azok megfelelően tudjanak működni. Egyrészt megnézzük azt, hogy hogyan lehet megoldani a rendszernek az időzített folyamatait, amelyekkel lényegében az ilyen mögöttes, ilyen háttér megoldásokat, vagy háttér feladatokat lehet ellátni. Fogunk beszélni arról, hogy hogyan lehet biztonságosan menedzselni ezeket a rendszereket távolról, ami egy kicsit más, mint egyébként az általatok valószínűleg megszokott Windows rendszerben, a távoli adminisztráció. És fogunk arról beszélni, hogy hogyan lehet a felügyeletet megfelelő módon megvalósítani. Igyekszem arra törekedni, hogy minden egyes területet pontosan annyira lássunk meg, tehát olyan mértékben nézzük meg, amennyire szükséges ahhoz, hogy megfelelően tudjuk használni. Az a helyzet, hogy minden olyan témakör, amiről ma fogok beszélni, azok egy meglehetősen terjedelmes, nagyon nagy tudású. A szoftverek általában ezernyi beállítással rendelkeznek, de mi nem szeretnénk mindent megismerni. Arra törekszünk, hogy azokat ismerjük meg, amelyek a leginkább fontosak a mindennapi munka szempontjából. Tehát ez igazából az elmúlt tizenvalahány év tapasztalatából jövő előadás, ahol igyekszem kiválogatni nektek azokat a funkciókat, amelyeket, hogyha a dokumentációt végigolvassátok, akkor nem lehet kiválogatni, kell hozzá egy pár év tapasztalat, hogy az ember tudja, hogy milyen problémákkal tud találkozni, mivel nézhet szemben. Egy dolgot elfelejtettem még mondani. A mai napon lesz még kimenő levelezésről is szó. Ez hát talán egy kicsit furcsa lehet, majd annak idején elmagyarázom, hogy miért nevezem ezt kimenő levelezésnek. Az a helyzet, hogy a levelezés, a tipikus levelezés, amely felhasználóknak a levelezése egymással, ami ugye mindenkinek teljesen triviális, az egy speciális terület. Az a helyzet, hogy mi, mivel most a rendszerüzemeltető képzés van, ezért azzal foglalkozunk, hogy egy szerver működésének a szempontjából milyen fontos kiegészítő funkciója van ennek. Az első rész az a biztonságos menedzsment. A helyzet az, hogy a későbbiekben majd fogok olyan praktikus javaslatokat tenni, amelyek a biztonságos menedzsmentre épülnek, és ezért aztán előre vettem ezt a témakört. Még egy kis szolgálati megjegyzés. Bizonyára halljátok, hogy így alig tudok beszélni. A nagyobbik fiam az óvodából ilyen szupervírusokat szokott hazahozni, és valójában az is csoda, hogy egyáltalán élek. De megpróbálom egész nap végig beszélni az előadást. Remélem, hogy ez sikerül is fog. Ha más nem, akkor majd veszek egy bödön mézet odakint, és akkor azt fogom iszogatni. Na, tehát akkor kezdjük a távoli menedzsmenttel. Az a helyzet, hogy a Unix rendszerek menedzsmentje az hagyományosan másképp néz ki, mint a általatok valószínűleg jobban megszokott grafikus felületű rendszerek menedzsmentje. Noha
mint azt az előző előadásokban láttuk, van grafikus felület ugyanúgy Unix rendszerekre is, mint Windows rendszerre, de nem annyira szerves része a rendszernek. Az a helyzet, hogy tipikusan, hogyha az ember egy szervet üzemeltet, akkor valójában nincs szükség grafikus felületre. Itt a hagyományok miatt már a 70-es évektől kezdve úgy alkották meg az egész rendszert, hogy mindent szöveges módban is meg lehet csinálni, le lehet kérdezni a szolgáltatásoknak az állapotát, a szolgáltatásokat be lehet állítani, el lehet indítani, le lehet őket állítani. Lényegében minden olyan funkció, amelyre egyáltalán egy üzemeltetőnek szüksége lehet egy rendszer beállításához és működtetéséhez, az szöveges terminálon is elérhető. Ezért aztán itt a távoli menedzsment az a legtöbb esetben nem azt szokta jelenteni, hogy mi a munkaállomásunkról valamilyen szoftver segítségével láthatóvá tesszük a távoli gépnek a monitorát, mondjuk fogalmazzunk így. Tudjátok, hogy az RDP meg a VNC azok lényegében azt csinálják, hogy a távoli gépnek a monitorát látjuk a saját monitorunkon. Ennek a funkciónak a Unix-os világban nem feltétlenül van jelentősége. Meg lehet csinálni, itt is ugyanúgy léteznek RDP szerverek is, meg VNC szerverek is. Valójában erre igazából nincs szükség. A legtöbb esetben nem akarom a grafikus felületű programokat futtatni és távolról nézni, hiszen lényegében mindent meg tudok csinálni szöveges felületen. Azt hiszem, hogy a Zahinak, az előző előadónak a hosszú előadásai alatt beláttátok azt, hogy ezek az eszközök, ezek lényegében mindenre alkalmasak. Nyugodtan meg tudjuk azt csinálni, hogy konfigurációs fájlokat szerkesztünk át, akár batchben, tehát akár 50 darab szerveren is tudok módosítani konfigurációs fájlokat úgy, hogy én ezt lényegében nem egy grafikus felületen kattintatva teszem, hanem mondjuk egy shared parancs segítségével. Vagy bizonyos állapoti információkat egy távolról lefutatott grep, megfelelően kiadott grep parancsal ugyanúgy meg tudok nézni, mint hogyha lenne egy grafikus felületű eszközöm erre. Csak nem kell nekem beszerezni ilyen szoftvert, egyrészt nem kell megvásárolnom, másrészt nem kell megvárnom, még valaki lefejleszti ilyesmit. A Unixnek az alapfeladat, vagyis az alapfilozófiája, hogy picike kis építőkövek vannak, és abból lényegében bármit meg tudunk csinálni. Oké. Tehát a távoli menedzsment az nem egészen úgy néz ki, mint a megszokott, az általatok tipikusan megszokott. Ez lényegében azt jelenti, hogy a legtöbb esetben szöveges terminált nyitunk a szerver felé, és a szerveren valamilyen parancsokat tudunk kiadni, és szükség esetén egyébként egyéb kiegészítő funkciókat is el tudunk látni ennek a segítségével, erről majd beszélek még. Az első dolog az az, hogy lehetőleg felmerült már ez korábban is, hogy annak idején, mikor az internetet még annak idején megtervezték, és a rajta lévő protokollokat megtervezték, akkor alapvetően az volt a koncepció, hogy minden rendszernek a rendszergazdája az tisztességes, rendes ember, és igazából nem voltak felkészülve arra, hogy majd olyasmik lesznek, hogy lehallgatja valaki a hálózatot, és a rajta áramló forgalmat azt eltérítik, értelmezik, módosítják. Tehát igazából erre nem voltak felkészítve a hálózati protokollok, hogyha megnéztek minden hagyományos protokollt, úgy mint HTTP, POP3, IMAP, FTP, SMTP és még hosszan sorolhatnánk, azok egyik sem voltak alapvetően titkosítottak. Azt mondták, hogy A gép és B gép beszélget egymással, és mi megörülünk neki, és fel se tételezték azt, hogy itt valaki majd közben lehallgatja vagy belenyúl a kommunikációba. Ezért aztán a hagyományos távmenedzsment megoldások azok hasonló módon működtek, hogyha megnézzük, akkor egyébként sajnos még a mai napig rengeteg ilyennel lehet találkozni. Ez a RSH, R-Login, Telnet, RCP, ezek mind-mind egy családnak a tagjai. Mondjuk a Telnet és az R-rel kezdődőek azok két külön család, de tulajdonképpen hasonló funkcióval működnek. A cél az, hogy én a saját gépemnél ülök, és a távoli gépen végrehajtok valamilyen parancsokat, onnan fájlokat másolok a saját gépemre, vagy innen másolok oda fájlokat. A legnagyobb hátránya ezeknek az eszközöknek, hogy nem titkosítottak. Például, hogyha egy telnet segítségével belépek egy szerverre, akkor amikor én belépek, akkor a szerver kérni fogja tőlem a felhasználó nevemet és elszámolat. Ezt, hogyha valaki a két gép között le tudja hallgatni, akkor az megszerzi a felhasználó nevet és jelszót, és a továbbiakban tudja használni. Ez a képzés ez most nem tér ki ilyen hálózati biztonságok témakörökre. Én egyébként
mostanában is szoktam hobbiból tanítani a nyíregyházi főiskolán, és ott főleg ilyesmiről szoktam beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha olyan információkat is tudnátok, lehet, hogy majd megpróbálunk egy ilyen képzést csinálni, ha máshogy nem, akkor videón, hogy például egy switchelt hálózatban nem bízhatunk meg abban, hogy a switch az a lehallgatást megakadályozza. Hogyha egy hálózatban hub van, akkor az nyilvánvalóan lehallgatható. Hogyha egy nyitott hálózaton használjuk a laptopunkat, például mondjuk egy internetkávézónak a wifi hálózatán, akkor az lehallgatható. Nagyon csalóka, hogyha mondjuk egy hotelnek a wifi hálózatát használjuk, ahol a felhasználó nevet és jelszót kell megadnom, mégis nem titkosított hálózatot használok, lehallgatható. Tehát egy csomó olyan helyzet van, amikor egy cégen belül, vagy az interneten egyszerűen lehetővé teszem mások számára, hogy lehallgassák a kommunikációt, és így mondjuk egy szerver adminisztrátori jogosultságait megszerezve nagyon csúnya dolgokat lehet csinálni. Ergo, ezt nyilván praktikus elkerül. Azt itt még megjegyzem, hogy sajnos ma még nagyon sok olyan rendszerrel lehet találkozni, ahol engedélyezve vannak ezek a protokollok. Azt javaslom mindenkinek, hogy ha lehetősége van rá, akkor próbálja meg átállítani mind a szervereken, mind a kollégák fejében, hogy a telnet az nem használható biztonságos belépésre, semmilyen körülmények között. Tehát, hogyha csak mód van rá, akkor ezeket cseréljük le. És mire? Akkor most jön a következő lépés. Hát, amire erre a válasz, az tulajdonképpen egy ilyen protokollcsalád és szervercsalád, ez az SSH, amely rengeteg lehetőséget rejt, amellett, hogy lehetővé teszi a távoli belépést ráadásul biztonságosan. És egyébként van még egy másik fajta megoldás, ez pedig a klasszikus internet protokolloknak a mintájára, ez egy megerősített telnet. Bizonyára nem mondok senkinek újat azzal, hogy a HTTP-nek van egy olyan biztonságosabb testvére, hogy HTTPS, a POP3-nak POP3S, az IMAP-nak IMAP-S, és így tovább, sorolhatnánk hosszan-hosszan. Ugyanez a helyzet ezzel a protokollal is, a telnetnek is van egy megerősített változata, az az S-telnet. Ezzel kapcsolatban egyébként van némi biztonsági előnye az SSH-val szemben. Ezt majd akkor fogjátok megérteni, mikor mondjuk egy olyan 13 szlájddal később leszünk, és már látjátok, hogy az SSH az tipikusan olyan, mint egy ilyen halálcsillag. Azt hiszem, hogy talán a legjobb ez a hasonlat. Tehát az oké, hogy lehet vele például bolygóról-bolygóra utazni, de ugyanakkor még rajta van 47 darab birodalmi rohamosztagos, meg dátvédelt is szállítja, és itt talán. Meglátjátok, hogy az SSH az elképesztően sokrétű, és ezért nagyon veszélyes is. Az a helyzet, hogy ez is olyan dolog, amit jó lenne minden rendszergazdának megtanítani, hogy minél többet tud egy szoftver, annál nagyobb valószínűséggel lesznek hibák benne. Hiszen a sok tudás, a sok programkód, az pedig sok hiba lehetőség. Az a legjobb, hogyha egy szoftver nagyon keveset tud, mert akkor nagyon valószínű, hogy ha azt rendesen átgondolva fejlesztették le és letesztelték, akkor az nem lesz hibás. Az SSH-val kapcsolatban már olyan érzése van az embernek, mintha szándékosan így beleépítették volna még ezt is, meg ezt is. Mi lenne, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor ilyen kis zöld színű majmocskák ugranának elő a baloldali ablakból, és akkor tehát így valami döbbenet, hogy miket tud, meglátjátok majd egy kicsit később. Tehát a jövő, amellyel azt gondolom, hogy ma és a jövőben már a távoli üzemeltetést el kell látni, az az S-telnet, illetve az SSH, RCP, SSH és SCP, S-login és S-telnet. Ezek lényegében a korábban elmondottaknak bizonyos értelemben a titkosított társaik, mondjuk az RSH és az SSH az azért nem egészen ugyanolyan módon ajánlik egymáshoz, mint a telnet meg az S-telnet. Azt hiszem, hogy erről egy picikét fogok beszélni majd később. Egyetlen egy dolgot engedjetek meg. Még egy pici kiegészítést, hogy miért nem jó például az RSH. Az RSH az úgy működik, hogy lehetővé teszi azt, hogy távolról belépjünk egy gépre, és itt tipikusan a szerver oldalon nem kérnek egy felhasználói hitelesítést, hanem a felhasználónak a forrás IP címe alapján határozzák meg, hogy az beléphet-e a gépre vagy nem. Abban az esetben, hogyha én az IP címet használom hitelesítésre,
akkor nagyon nagy hibát követek el. Az a helyzet, hogy ezt szerintem szintén mindenki tudja, hogy tetszőleges IP-címet fel tudok venni a számítógépem hálókártyáján. Tehát, hogyha be tudom dugni a laptopomat mondjuk arra a hálózatra, ahol az adminisztrátorok dolgoznak, és tudom, hogy az adminisztrátor elment mondjuk ebédelni, akkor fel tudom venni az ő IP-címét, és RSH-val be tudok lépni a szerverekre. Világos? Nem kell hozzá semmiféle jelszót tudnom, egyszerűen csak az IP-cím és elég. Úgyhogy ez teljesen használhatatlan, és nem szabad semmiképpen sem használni. Volt már sajnos olyan eset a praxisomban, amikor azt láttam, hogy kénytelenek voltak a rendszeradminisztrátor életben hagyni az RSH-t, azért, mert egy nagyon komoly és rendkívül sokba kerülő rendszer, sok szerverből álló rendszer úgy volt megépítve, hogy a különböző szerverek különböző parancsokat hívogattak egymáson, és egyszerűen a rendszernek a szállítói azok azt mondták, hogy nem támogatják tovább a rendszert, hogyha az RSH-t eltávolítják róla, és valami másra megpróbálnak átállni. Hiába egyébként az RSH meg az SSH bizonyos paraméterek mellett szinte teljesen ugyanaz, de a fejlesztő cég nyugodtan mondhatja azt, hogy elveszti a supportot, aki ezt lecseréli. Ezért aztán sajnos néha nem lehet, de a később elmondott előnyök miatt azt javaslom mindenkinek, hogy mindig cseréljen. Oké, a legfontosabb jellemzők. Hát, az mondjuk nem nagy újdonság, TCP-n kommunikál a kliens és a szerver, a 22-es porton konkrétan, de egyébként a szerver tetszőlegesen át lehet állítani másik portra. Majd egy picit később beszélek róla, hogy miért praktikus néha ezt megtenni. A következő, mint általában a legtöbb protokollnál itt is hibrid titkosítást használ, ami azt jelenti, hogy először van egy aszimmetrikus kulcscsere fázis, és utána pedig a későbbiekben szimmetrikus titkosítással kommunikál a kliens és a szerver. Ennek nyilván az az értelme, hogy a szimmetrikus titkosítás az borzasztóan gyors, az használható nagy mennyiség adatok átvitelére, még az aszimmetrikus titkosítás az nem elég gyors, viszont kulcscserére meg a szimmetrikus titkosítás nem megfelelő. Hogyha szimmetrikus titkosításról van szó, akkor elvileg előre meg kellene osztanunk egy titkos kulcsot a két fél között, ami mondjuk egy SSH esetében mondjuk elvileg még megoldható lenne, hiszen az adminisztrátoroknak oda tudnánk adni egy ilyen előre megosztott kulcsot, de nagyon sok esetben például a HTTPS-nél már ez nem megoldható. Lényeg az, hogy ez úgy működik, hogy van egy úgynevezett Diffie-Hellman kulcscsere, erről majd lesz egy külön slide, akkor majd arról beszélek róla. De csak egy nagyon picit éppen, csak annyi, hogy értsétek, hogy hogy működik az egész. A következő, ellentétben a telnettel meg az RSH-val, itt is le lehet hallgatni természetesen a kommunikációt a két fél között, viszont nem lehet értelmezni, hiszen a csatorna titkosítva van. Pontosítok. Valójában inkább úgy mondom, hogy a közismert tudásunk szerint nem lehet értelmezni. Az, hogy az NSZ-nek mekkora óriási gépei vannak, azt nem tudhatjuk, de elvileg sok ezer évig tartana feltörni egy ilyen csatorna titkosítást, ami nyilvánvalóan nem éri meg. Oké, a következő, van egy nagyon fontos tulajdonság, a MIT, az a man in the middle-eteknek, tehát a középre beálló, nem is tudom, hogy kellene magyarra fordítani, általában úgy szokták a szakmában hívni, hogy man in the middle, tehát egy ilyen középre bekerülő támadó támadás ellen próbál védekezni. Ugye a titkosítási eljárásoknak az egyik fontos problémája, hogyha a támadónak sikerül a két fél közé beékelődnie, a kliens és a szerver közé, akkor a kliens azt gondolja, hogy a szerverrel kommunikál, a szerver pedig azt gondolja, hogy a klienssel kommunikál, és közben, aki ott van középen, a támadó, az hallja mind a két oldalról a kommunikációt. Hiszen mind a két oldalon visszafejti. Na most, ez a rendszer úgy van megoldva, hogy a szervernek van egy kulcspárja, ez egy aszimmetrikus titkosításon alapul, van egy kulcspárja, amiből a nyilvános kulcsot felmutatja a kliensnek, a kliens leellenőrzi ezt, abban most nem menjünk bele, hogy hogyan, azt talán szünetben, hogyha valaki szeretné, akkor majd elmondom. A lényeg az, hogy leellenőrzi, hogy a szervernek az a publikus kulcs az valódi, és utána megnézi a saját tárolójában, hogy az én általam korábban felvett publikus kulcs az megegyezik-e a szerverével. Ha nem, akkor riasztani fog. Ezzel lényegében elkerülhető az a probléma, hogy én korábban az adminisztrátori laptopomról a szerveren
felírtam, hogy a szervernek mi a publikus kulcsa, fogalmazok így. Utána a későbbiekben, hogyha nagyon-nagyon-nagyon fáj, és kénytelen vagyok egy internetkávézóból adminisztrálni, mert különben levágják a fejemet a főnökeim, akkor SSH-val be tudok lépni a rendszerre, és noha az internetkávézóban elvileg egy man in the middle támadást meg lehetne valósítani, de az én kliensem le fogja ellenőrizni, hogy ő tényleg ahhoz a szervezhez kapcsolódott-e, ahová akart. Oké, ez egy nagyon fontos előny. A következő, hát egyébként mivel olyan, mint a halálcsillag, ezért aztán van körülbelül 10 000 darab paraméter, amivel lehet állítani a működését, mind szerver, mind kliens oldalon. Én imádom az ilyen eszközöket, erről mindig a legújult eszembe, hogy van nekünk 3000 millió darab ilyen kis picike kis kockánk, és abból lényegében azt építünk össze, amit szeretnénk. Itt lehetőségünk van arra, hogy a rendszer összes működési paraméterét nagyon finoman tudjuk hangolni. Ebből nagyon keveset meg fogunk nézni, hogyha valaki bővebben érdekel a dolog, akkor elolvashatja a SSH-nak a, nem hiszem, hogy több mint 500 oldalas dokumentációját. Ami folyamatosan fejlődik, persze az újabb release-ek jönnek ki, és újabb réteget építenek a halálcsillag köré. Nagyon fontos egy ilyen távoli adminisztrációs eszköznél, hogy rengetegféle hitelesítési módszert tud. Ezek között van egy pár olyan, ami kifejezetten jól használható. Természetesen tud jászavas hitelesítést is használni, de én megmondom őszintén, hogy ezt nem javaslom rendszeradminisztrációra. Majd meg fogom mondani a pár szlájddal később, hogy mit javaslok helyette. És a következő még jellemzőnél érdemes megemlíteni azt, hogy abban az esetben, hogyha én több rétegen keresztül érek el egy rendszert, ami egyébként nagyon könnyen előfordul, hogyha valódi ilyen életszerű rendszerekkel találkoztok, akkor látni fogjátok, hogy sokszor előfordul, hogy én most be tudok lépni egy gépre, de nem azt akarom most adminisztrálni, hanem ami mögötte van. Vagy még az is előfordul, hogy még a mögött. Ebben az esetben nagyon kényelmetlen lenne az, hogy minden egyes esetben újra hitelesítenem kéne magamat minden lépésnél, és a későbbiekben majd elmondom, hogy hogyan lehet ilyen aszimmetrikus kulcsalapú hitelesítést csinálni az SSH-val. Abban az esetben, hogyha ezt a módszert használom, akkor meg tudom azt csinálni, hogy ezzel a bizonyos agent forwardinggal egy több SSH szerveren keresztül elérhető szolgáltatásnál én nekem csak a legelsőnél kell hitelesítenem magam, és utána ez az úgynevezett agent, amiről mindjárt egy picit bővebben beszélek, az majd szépen hitelesíteni fog engem minden egyes hopnál, minden egyes újabb SSH szervernél. Nézzük a legfontosabb funkciókat. Magyarul, mire használható az SSH? Kiemelném, hogy ezek csak a legfontosabb funkciók. Nagyon-nagyon sok lehetőség van. Ezek közül nagyon fontosnak tartok elmondani körülbelül 5-6-ot, és meg fogok említeni még egyszer annyit. Ez az 5-6, ez kifejezetten nagyon-nagyon komolyan növeli a rendszerünk biztonságát. Elmagyarázom majd azt is, hogy miért. Az egyik, a legelső és legtriviálisabb, hiszen mire is akarjuk használni, egy távoli shell promptot lehet kapni. A saját gépemről belépek egy távoli gépre, és ott parancsokat tudok kiadni. A következő távoli parancs végrehajtás, hogyha megadom ennek a bizonyos SSH-nak paraméterként, hogy mit szeretnék lefuttatni a távoli gépen, akkor ő lefuttatja és a visszatérési értéket visszaadja nekem. Ez nagyon praktikus, hogyha mondjuk batchben, sok gépen szeretnék végrehajtani valamilyen parancsot. A következő, hasonlóan az RCP-hez, itt az SSH-nak is van egy olyan részfunkciója, hogy SCP, ez a Secure Copy, amely segítségével oda is, meg vissza is lehet fájlokat másolni, illetve ezt rekurzívan művelve egy könyvtárszerkezetet is át lehet másolni a távoli gépre, vagy vissza hozzánk. És az Async Over SSH, azok a fájlok másolásai, amik itt fel vannak írva, SCP, arról beszéltem, az SFTP az lényegében egy olyan FTP implementáció, kis túlzással, tehát egy olyan file transfer protokoll implementáció, ami az SSH-n belül lakik. Lényegében az SSH szervernél be tudjuk kapcsolni, hogy az SFTP szerver szolgáltatását elindítom, és a megfelelő SFTP client segítségével tudok kapcsolódni hozzá, és onnan fájlokat tudok feltölteni, meg letölteni. Ez lényegében nagyon hasonló a klasszikus FTP szolgáltatáshoz, amit gondolom, hogy azért mindenki ismer. Azzal a különbséggel, hogy itt egy darab TCP porton titkosítva megy a kommunikáció. A következő Async Over SSH, az is fájlmozgatás,
Az AirSync az ugye talán volt már az előző alkalmakkor, ha más nem, akkor talán megemlítve. Kicsit bizonytalan vagyok, nem úgy tűnik, nem volt. Oké. Az AirSync az egy elképesztően zseniális eszköz. Tulajdonképpen azt tudja csinálni, hogy az én gépemről a távoligépre, vagy a távoligépről az én gépemre tud fájlokat másolni, de ezt olyan elképesztően finoman lehet szabályozni, hogy például egy gigantikus fájlban, hogyha csak néhány byte változott meg, akkor nekem nem kell az egész fájlt átmásolnom a két oldal között, hanem megtalálja nekem az AirSync, hogy miben változott a két fájl, és csak azt a kicsi részt fogja áttenni hozzám a hálózaton. Tehát a hálózat nagy mértékben tehermentesíthető. Egyébként jelzem, hogy a két oldalon a diszkek attól még dolgoznak, hiszen mind a két helyen meg kell nézni a fájlt, de meg tudom találni a különbségeket, és csak azt hozom át. Na most az AirSync over SSH, az pedig az SSH-nak egy olyan speciális felhasználása, ahol az AirSync-nek egy ilyen közvetítő réteget ad, és akkor az AirSync, ami alapvetően egy nem titkosított kommunikációt végez a két gép között, az az SSH csatornán belül titkosítva kommunikál. Ezzel egyébként kiválóan megvalósítható például egy backup rendszer. Ha jobban megnézitek, akkor a legtöbb esetben valóban így is vannak a backup rendszerek megvalósítva. Teljesen mindegy, hogy hogy nevezik éppen a weboldalon, hogy ez most Bacula, vagy Amanda, vagy akármi. Azok a háttérben lényegében AirSync-et futtató eszközök, amelynél a szerverre belép egy SSH, általában bemegy az SSH-n keresztül egy AirSync, szépen feltérképezi a mentendő adatokat, és utána áthúzza a hálózaton. Most akkor nézzük egy picit, hogy is mondjam csak, pilótavizsgása funkciókat. Ezek közül van egy olyan, amit nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartok, de egyébként több olyan van, ami hasznos. Az első dolog, azt mondtam korábban, hogy itt a Unix rendszereknél általában nem szoktunk grafikus felületet távolról nézni, de néha-néha mégis előfordul, hogy valamilyen eszköz az mindenképpen grafikus felülettel van ellátva, és nincsen neki parancsoros megoldása. Ebben az esetben lehetőség van arra, ezzel a bizonyos X-forwarding-val, hogy a távoli gépen futtatok egy grafikus szoftvert, de annak a képe nem ott jelenik meg, hanem az én gépemen. Tehát lényegében ilyenkor az SSH azt csinálja, hogy a távoli gépen beállítja annak a szoftvernek, hogy ezen a diszpléjén kell megjelennie, az a szoftver a hálózaton keresztül küldi a képet, és nálam jelenik meg. Ez egy nagyon praktikus funkció, hála jó Istennek rendkívül ritkán kell használni. Én eddig életemben egyszer használtam, az Oracle telepítője, az csak grafikus módon működik. Hát nem, ezt kell csinálni minden rendes Unix fejlesztőnek. Annyira gyönyörű volt, és akkor az ember nem tud mit csinálni. Szépen, mivel oda menni nem tudok a szerverterembe, ezért aztán X-forwardinggal áthozom a telepítőt. A következő fontos dolog, és ez a legfontosabb dolog egyébként, nem ismerik túl sokan, pedig nagyon kéne, ez a port forwarding. A port forwarding az lényegében hálózati portoknak a továbbítása a két gép között. Erre csináltam külön egy magyarázó ábrát, engedjétek meg, hogy ott térjek vissza rá. Most egyelőre maradjunk annyiban, hogy ez az egyik legjobb funkciója biztonsági szempontból az SSH-nak. És menjünk tovább. SSHFS, ez lehetővé teszi azt, hogy a másik oldalról, vagy a másik, tehát általában ezek mindig szimmetrikusak. Vagy az én gépemről egy könyvtárat felcsatolok a túloldali gépre, vagy a túloldali gépről egy könyvtárat felcsatolok erre a gépre. Ez lényegében csak annyit jelent, hogy látszólag megjelennek itt a könyvtár fájljai. Ha meg akarok nyitni valamit, akkor az SSH szerver a túloldalon megnyitja és átállítja nekem a hálózaton. Tehát mondjuk VI-jal tudom szerkeszteni itt azokat a fájlokat, amik lényegében a túloldalon vannak. A következő SOX forwarding, ez a port forwardingnak egy speciális változata, amikor egy teljes IP stacket forwardolunk. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek, ez megint ilyen viszonylag ritkán használt funkció, egyébként elég veszélyes is, mert ezzel lényegében tűzfalakon lehet úgy keresztül menni, hogy mintha ott se lennének. A lényeg az, hogy a SOX forwarding lehetővé teszi azt, hogy az én gépemen futó hálózatot használó alkalmazás az ő hálózattal kapcsolatos funkcióit az teljesen eltünteti. Nem ezen a gépen fognak hálózati kapcsolatok keletkezni, hanem az SSH szerver átviszi oda a másik oldalra a connecteket, és lényegében a másik gépnek a
a IP-sztekéből indulnak el valójában a TCP meg UDP connectek. Ezt így egy kicsit nehéz. Úgy képzeljétek el az egészet, hogy van nekem egy webböngészőm, egy tűzfal mögött, amivel nem lehet elérni mondjuk a Facebookot, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, és én szeretném elérni a Facebookot nagyon, mert én Facebook függő vagyok, akkor meg tudom azt csinálni, hogy van az interneten egy szerverem, arra beeshezok, ezzel a SOX forwardinggal átviszem a SOX portomat oda a távoli szerverre, és lényegében ezzel a böngészőnek a hálózati kommunikációs részét azt kinyújtottam oda a szerverre. Amikor én a böngészőmben megnyitok egy weboldalt, akkor az nem az én gépemből fog elindulni, ami a tűzfal mögött van, hanem a másik gépnek, a külső szervernek a külső lábáról, és innentől kezdve az a tűzfal nem fogja megakadályozni az én böngészőmnek, mert ott nincs tűzfal. A böngészőmnek a működését, igen. De hogy megyek ki SSH-n a tűzfal? Általában a tűzfalakon SSH-n ki lehet menni. De egyébként erre is vannak titéim, de ez már tényleg kicsit túlmutat ezen. Az a helyzet, hogy mivel tűzfalas voltam vagy 10 évig, ezért aztán ismerek egy pár olyan módszert, amivel a tűzfalakon keresztül lehet menni, de ez most nem terrorista képzés, maradjunk abban, hogy ez a SOX proxy, ez egy nagyon-nagyon, vagy SOX forwarding, ez egy nagyon praktikus módszer. Mondok egy kicsit életszerűbb példát. Én szeretném azt, hogy a belső hálózatban, egy cég belső hálózatában mindenféle funkciókat könnyen el tudja kérni. Például egy csomó monitoring szolgáltatást, meg belső hálózati weboldalakat, meg ilyesmi, és nem akarok 1000 darab port forwardot nyitni, akkor a legegyszerűbb az, hogyha nincsen VPN, tehát nem tudom az egész belső hálózatot látni, akkor egyszerűen belses házak, SOX forwardinggal ezt a bizonyos trükköt megcsinálom, és akkor a böngésző olyan, mint hogyha bent lenne a belső hálózatban, és onnan az intranetes lapokat szépen fogja látni. Oké? Okay? Ez így mindjárt jobb, mint hogy áthágjuk a tűzfal szabályokat, ilyesmit nem szabad csinálni. A következő transzparens multihop, ezt Varga Csaba kollégám talált, nem is tudom, hogy nevezzük felfedezésnek. Az a helyzet, hogy én most már nyugodtan mondhatom, hogy évtizeden keresztül szívtam azzal, hogy port forwardokat használtam a sok-sok-sok SSH szerverek elérésére, több különböző hopon keresztül, és aztán megtalálta Csaba ezt a kiváló zseniális funkciót, ami lényegében annyit csinál, hogy ha én több tűzfalon vagy valamilyen SSH szerveren keresztül el akarok érni egy rendszert, nem kell annyi darab SSH kapcsolatot nyitnom, hanem egyszerűen csak a konfigurációs fájlomba beírom, hogy miken akarok keresztül menni. Ezt most nem része ennek a képzésnek, de ha érdekel valakit ez a funkció, akkor nézzen utána, és egyszerűen egy parancs, egy SSH parancs kiadásával be tudok lépni egy távoli, sok SSH szerveren keresztüli gépre. Ez egyszerűen zseniális. Lényegében a VPN-eknek, meg a sok portforwardolásnak az elejét veszi. Na, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos slide. Én szeretném, hogyha ezt mindenki alaposan megnézni és értelmezni. Az a helyzet, hogy én már nagyon sok embernek próbáltam elmagyarázni az SSH portforwardingot, és mind a mai napig nem sikerült könnyen. Remélem, hogy ez az ábra ez végre majd segít nekem, és mindenki könnyen meg fogja érteni. Tehát, az első dolog az ugye könnyű, a kliens és a szerver között felépítek egy SSH kapcsolatot, az egyiken elindítom a klienst, belépek a másik gépre. Mondjuk beírtam a felhasználó nevem és a jelszavamat. Oké, létrejön egy SSH kapcsolat. Na most. Most jön az SSH port forwarding, mit csinál ez? Amikor felépítem a kapcsolatot, akkor megmondom az SSH kliensemnek, hogy én szeretném, hogyha te mostantól kezdve az én helyi csatolómon, tehát a 127.0.0.1-en figyelnél a 13.330 vagy 306-os porton, és ha ide csatlakozna valaki, akkor legyél olyan kedves átvinni azt a kapcsolatot a túloldalra, és ott a túloldalon a 127.0.0.1 3306-ra kapcsolódni. Mit jelent ez? Az én oldalon megjelent egy bind, hogyha a netstat-tnlp-vel megnézzük, akkor az 1.3306-os porton megjelent egy SSH, ott figyel, és várja a bejövő kapcsolatokat. Tehát ezen a TCP porton. És mi történik, hogyha csatlakozok ide? Ugye a saját gépemben belül lokálhoz csatlakozom, de akkor lényegében az SSH-hoz csatlakoztam, az SSH pedig megteszi nekem azt a szívességet, hogy átviszi az én általam beadott bájtokat
a túloldalra, ott ő csatlakozik az általam előre megadott IP-címhez és porthoz, hangsúlyozom, IP-címhez és porthoz, tehát nem csak lokálisan működik a dolog, hanem teljesen általánosan. Én a túloldalon lévő gép nevében bárkit meg tudok címezni, akit ő lát. Ebben az esetben ez egy nagyon-nagyon fontos példa. Lokál hoston a 3306-ot címzem meg, ami egy MariaDB szerver, amire lehet, hogy nektek az ismerősek, hogy MySQL szerver. Ez annak a legújabb reinkarnációja. Mit értünk el ezzel a funkcióval? Azt érjük el ezzel a funkcióval, hogy én itt lokálhoston tudok csatlakozni akármilyen távoli szerveren lévő TCP szolgáltatáshoz, és az a távoli szerveren kapcsolódást fog eredményezni úgy, hogy itt a kettőnk között nincsen semmi más, csak egy darab TCP kapcsolat. Ez egyrészt tűzfal szempontból is praktikus, illetve a tűzfalasok nem örülnének annak, amit most mondok, de nyilván ez egy lehetőség arra, hogy ne kelljen nekem 1000 darab tűzfal lyukat nyitatnom a tűzfalasokkal, de nem ez a fontosabb dolog, most sem az igazi lényege az egésznek. Hogy szokták általában mondjuk például a távoli webszerveren adminisztrálni az adatbázisokat? Sajnos ez a tipikus, hogy oda feltesznek valami menedzsment eszközt, ami a legtöbb esetben webes, mert az ugye praktikus megoldás, például PHP MyAdmin, és ezt a webes eszközt elérhetővé teszik az internetes interfészen. Hogyha a támadónak van annyi esze, hogy megpróbálkozik vele, hogy nem figyel itt véletlenül még mondjuk a Drupal nevű webes rendszer mellett egy PHP MyAdmin is, akkor az eseteknek szerintem jelentős részében azt fogja észrevenni, hogy de igen, figyel. És hála a jó Istennek, ennek a rendszernek nagyon sokszor van súlyos biztonsági hibája, ebből következően nagyon sokszor a webszerverek elesnek olyan ostoba funkció miatt, aminek nem is lenne szabad ott lennie. Miért? Azért, mert nekem a szerveren nincsen szükségem MySQL adminisztrációs felületre. A MySQL adminisztrációs felületre nekem az adminisztrátori munkaállomáson van szükségem. És ezzel a funkcióval, hogyha én a saját gépembe telepítek egy PHP MyAdmin-t, hogyha olyan nagyon szeretem a PHP MyAdmin-t, vagy például MySQL Workbench-et használok, akkor lokálhoztan tudok csatlakozni a távoli MySQL szervernek az adatbázis portjára, és ezzel azon a szerveren felszabadítok egy nagyon súlyos biztonsági problémát. Ez a ilyen mindenféle virtuális gépeken, meg egyéb webes CMS rendszereken ott levő MySQL vagy egyéb ilyen adminisztrátori felület, ez egy teljesen tipikus, súlyos biztonsági probléma, ami rendszeresen elő szokott jönni, és folyamatosan ezen keresztül törik fel a gépeket. Holott valójában, ahogy látszik, nincs is rá szükség. Ha az én gépemben van a PHP MyAdmin, az senki az életben nem fogja feltörni. Ha csak nem fogom az internet kávézóba feldugni a gépemet a ottani rendszerre, de mondjuk ennyit már minden adminról feltételezek, hogy ezt nem teszi meg. Ebben az esetben viszont az én gépen, hát ott nem fogja feltörni senki, a távoli gépen meg tényleg csak az van, aminek ott kell lennie. Ezért nagyon fontos, hogy az SSH-nak van ez a funkciója. Legyetek olyan kedvesek majd ezt használni. Nagyon-nagyon röviden a kommunikációról, tehát egyébként szerintem ez egy kicsit bonyolultabban van megcsinálva, mint ahogy meg lehetne. Én legalábbis úgy érzem. Valahogy úgy érzem egyébként, hogy nagyon sokszor olyanok tervezik a protokollokat, akik így érzik, hogy az életük nagy műve, és akkor így bele akarják tenni magukat teljesen, és akkor olyan protokollokat terveznek, hogy az valami tragédia. Én mondjuk volt szerencsém részt venni egy HTTP proxy tervezésébe, ami egy tűzfal egy funkciója, és a HTTP protokollt ezért egy kicsit alaposabban meg kellett ismernem. És az az igazság, hogy ha azt gondoljátok, hogy a HTTP protokoll az egyszerű, hiszen csak egy weboldalt kérek le a szerverről, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak titeket. 10 vagy 20 vonatkozó szabvány van, amelynek mentén olyan elképesztően bonyolult az egész, hogy tényleg ilyen, ha akkor, akkor, tehát hogyha így fel akarnám rajzolni az egésznek az állapotdiagramját, akkor valami gigantikus nagy, szintén egy halálcsillag jön neki. Noha én csak annyit szerettem volna, hogy kérdezek egy fájlt, és vissza szeretnék kapni egy fájlt. Nem olyan bonyolult. Na, SSH protokoll, az a helyzet, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy volt egy egyes protokoll, amely
nagyjából úgy 96 tájéken elég súlyos biztonsági problémák miatt elavulttá vált. De azért mondom ezt is el, úgy mint a telnetet, meg az RSH-t, sajnos még találkozhattok ilyennel, hogyha régen telepített rendszert találtok. Különösen akkor, hogyha... kezdem másképp. Tehát, hogyha akár friss, folyamatosan updatelt rendszert találtok, ami még 96 előtt volt telepítve, vagy később volt telepítve, de kompatibilitásokból be volt rajta kapcsolva az egyes protokoll, akkor ugye tipikusan az update-ek miatt általában a konfigokat nem szoktuk felülvizsgálni, és ezért egy régi konfigban még most is benne lehet az, hogy az SSH protokoll egyes támogatja, ezt javaslom mindenkinek ellenőrizni és kikötni. Oké. Tehát az első lépés a kliens és a szerver kommunikációjában egy kulcscsere. Említettem, hogy ez egy ilyen egy összetett, tehát nem szimmetrikus vagy aszimmetrikus, hanem ilyen hibrid titkosítási módszert használ, és ennek az első lépése az az mindig, hogy a szimmetrikus kulcsban meg kell egyezni a két félnek, ezt egy Diffie-Hellman kulcscserével csinálják meg, ezt most nem fogom elmondani, majd nézzen utána mindenki, akit érdekel. A lényeg az, hogy miután megvan a titkosított csatorna, utána a szervernek a publikus kulcsát, azt le fogja ellenőrizni a kliens, ekkor következik be az, amit mondtam korábban, hogy ha man in the middle támadás miatt, vagy ami egyébként sokkal gyakrabban előfordul, újra telepítetek egy SSH szervert, akkor jelezni fog a kliens. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert az utóbbi eset az egy üzemszerű dolog. Le kell gyalogolni a rendszert, felteszek egy újat, akkor nyilván automatikusan generálódni fog egy új szerverkulcspár, és akkor az összes kliens, akinek IP cím szerint fel van írva az a bizonyos publikus kulcs, ami a korábbi szerveré volt, az jelezni fog, hogy valami megváltozott. Mindenki, akinek be kell lépni arra a gépre, az elkezd majd telefonálni, hogy most mi történt. Úgyhogy erre légy szíves, figyeljetek oda. Oké, mi az, amit még fontos elmondani? Most nincs más. Menjünk tovább. A következő. Az SSH az lényegében egy protokollcsalád és egy ilyen funkció halmaz. Ezt több különböző szoftver is megvalósítja. Ebből egyébként talán a legismertebb és a leggyakrabban használt az OpenSSH, ez egy BSD licenszű, egyébként az OpenBSD fejlesztő gárdájához kötődő nagyon biztonságos megvalósítás. Már amennyire egy halálcsillagot lehet biztonságosá tenni, hát ugye láttuk, hogy sikerült a birodalomnak mégiscsak bebuknia, és felrobbantották. Na a lényeg az, hogy itt most az NSA próbálja meg ezt felrobbantani, és láthatóan nagyon jól sikerül is neki. Nem tudom, mennyire követitek a szakcikkeket. Elég jól be tudnak szúrni mindenféle ilyen biztonságcsökkentő funkciókat különböző rendszerekre. Na, ezen kívül, amit még azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ez a Drobbear. Ez egy mini SSH szerver és kliens megvalósítás, ezt általában ilyen embedded rendszereknél szokták használni, tehát mondjuk wifi routerekben, szerver oldalon, illetve hogyha mondjuk a mobiltelefonon szeretnék SSH-t használni, akkor nagyon gyakran ennek a különböző átalakított változatait fogom megtalálni. És egyébként, mivel ti főleg Windows-t használtak, azt gondolom, ezért mindenképpen el kell mondani, hogy Windows-on a PUTTY, illetve a TeraTerm azok a legegyszerűbben használható ilyen nyílt forrású megoldások, amelyek segítségével távolról lehet adminisztrálni ilyen rendszereket. Nézzük a szerverek fontosabb beállításait. Hangsúlyozom, hogy ez a marginális kis töredéke annak, amit valóban be lehet állítani. Én inkább arra törekedtem, hogy amit én az elmúlt 10 évben általában át szoktam állítani egy SSH szerveren, azt elmondom most nektek. Aztán, hogyha valaki érdekel, hogy mi mindent lehet még átállítani, az olvassa el a dokumentációt. Oké. A konfiguráció tárgya az hagyományosan az RTC per SSH alatt van. Ott van a szerver konfigurációs fájl, az SSHD config. A kliensek általános beállító fájlja az az SSH aláhúzás config. És egyébként ott lesznek majd a kulcsok, amelyeket a rendszer használ, és az egyéb kiegészítő beállító fájlok. Az SSHD config az a szerver oldalnak a beállító fájlja. Nézzük, hogy milyen funkciók vannak.
ami nagyon praktikus listen address, abban az esetben, hogyha több lábú rendszerről van szó, mint például egy tűzfal, akkor nagyon praktikus azt megoldani, hogy egy tűzfalat csak arról a lábáról lehessen adminisztrálni, amerre az adminisztrátorok vannak. Tehát mondjuk egy gyakorlati példa, van nekem egy tűzfalam, ami az internet felé néz, akkor az internet lábon ne figyeljen már az SSH, csak a belső lábon. Oké, a következő protokoll, ezt ugye ellenőrizze le mindenki, hogyha a kezelőügyébe kerül egy SSH szerver, hogy a protokoll 2 legyen kötelezően előírva. Elnézést. Oké. A következő log level, abban az esetben, hogyha valamit beállítunk a szerveren, felveszünk egy felhasználót és nem tud belépni, vagy valamilyen misztikus probléma lép föl, akkor nagyon praktikus a log levelt feljebb állítani. Hát én általában azzal szoktam kezdeni, hogy debug, akkor az lényegében azt jelenti, hogy még hogyha egy rózsaszín rigó fütyörészik az ablakban, akkor is magol valamit. Ezzel lényegében szinte azonnal ki lehet szűrni bármiféle problémát, természetesen nem osszuk meg, hogy elolvassuk a logokat. Aztán, hogyha már kiderítettük a problémát, ne felejtsük el visszaállítani sima infószintre, az a default egyébként, különben nagyon nagy mennyiségű logot csinál. Ez egyébként minden szervernél így van. A következő fontosabb beállítás a 2. RSA Authentication, ez a aszimmetrikus, publikus kulcsú hitelesítésnek a kibekapcsolása. Egyébként az alapbeállítása az, hogy yes, tehát ezt nem kell piszkálni. A következő Permit Empty Password. Be lehet-e lépni a rendszerre kitörölt jelszóval? Elvileg egyébként nem tud egy felhasználó üres jelszót beállítani, de hiba folytán, vagy valami támadás folytán előfordulhat, hogy egy felhasználónak törlik a jelszavát, és akkor elvileg be lehetne lépni jelszó nélkül a rendszerre, ezt az SSH konfigban ki lehet kötni. Tehát így nem lehet belépni akkor sem, hogyha a felhasználónak üres a jelszó. Következő, fel tudjuk sorolni azt, hogy kik legyenek konkrétan azok a felhasználók, akik be tudnak SSH-zni a rendszerre. Ezek mind-mind egy védelmi réteg, amelynek a segítségével, ha én tudom, hogy ezt a rendszert használja mondjuk összesen 500 felhasználó, de azok tipikusan mondjuk a SMTP meg az IMAP szervert használják belőle, és valójában van 3 olyan rendszergazda, aki tényleg be tud lépni a rendszerre, akkor őket felsorolom itt, és még véletlenül sem fordulhat elő, hogy valaki be tud SSH-zni a rendszerre, pedig nem kéne neki. A következő, Password Authentication, ennek az alapbeállítása yes, de én azt javaslom mindenkinek, hogy legyen az mindig az első dolga az SSH szerverrel kapcsolatban, hogy létrehoz egy kulcspárt, erre a következő szlájdon majd beszélek, létrehoz egy kulcspárt, kipróbálja, hogy az adminisztrátor be tud-e lépni a rendszerre RSA autentikációval, és utána kapcsolja át a Password Authentication No-ra. Én azt javaslom, hogy a Password Authentication olyan helyeken, ahol szükséges valóban SSH-val belépni a rendszerre, ott ne használjuk. Ezek a rendszerek, ezek általában érzékeny, komoly funkciót ellátó rendszerek, nem praktikus a jelszó használata, azt le lehet lesni, azt el lehet lopni úgy, hogy a felhasználója nem veszi észre. Igazából az a szerencsés, hogyha a jelszavas autentikációt adminisztráció esetében elfelejtjük. A következő permit root login yes no, megint csak elvileg lehetséges lenne, hogy a root távolról be SSH-zzon, tehát a rendszer gazda felhasználó, de ezt is egyébként ennek az alapbeállítása yes, de én azt javaslom mindenkinek, hogy ezt tiltsa le, és használja csak a távoli felhasználóval való belépést, és utána ott helyben, hogyha szükséges, ahogy az korábban már említve volt, sudo-val vagy su-val lehetőség van arra, hogy privilégium szintet emeljen valaki, és úgy folytassa a munkáját. Még egy dolog a szünet előtt, az RSA hitelesítés. Igazából van DSA is, most én csak RSA-t szoktam használni. Az RSA-ról valószínűleg tudjátok, hogy ez a legelterjedtebb aszimmetrikus titkosítási módszer, Rives, Samir és Adleman bácsiknak a nevéhez kötődik. A lényeg az, hogy ez egy általános célú aszimmetrikus ilyen rejtélező algoritmus, amit ebben az esetben arra használunk, hogy mi a titkos kulcsunk segítségével tudunk majd belépni a távoli rendszerre,
a nyilvános kulcsunkat azt elhelyezzük minden olyan szerveren, ahová be szeretnénk lépni, és a szerver ennek a kulcspárnak a segítségével, most ne haragudjatok, de az megint csak nem fér bele, hogy elmondja, hogy hogyan, de le tudja ellenőrizni azt, hogy én valóban az vagyok-e, akinek mondom magam. Ezzel kapcsolatban néhány fontos praktikus információ. Egyrészt hogyan kell kulcspárt generálni. Itt látszik, hogy van egy kis kiegészítő szoftver az SSH-hoz, az a neve, hogy SSH Keygen. Meg kell adni neki, hogy milyen típusú kulcsot akarok. Az RSA az teljesen jó lesz nektek. A következő meg kell adnom, hogy mekkora kulcsot akarok. Ez általában olyasmi szokott lenni, hogy 1024, 2048, 4096. Tudomásom szerint jelenleg most ez a csúcs. Én általában 4096-ot szoktam választani. Lényegében nincs különösebb jelentősége. A generálása is, meg a használata is nagyjából ugyanannyi sebességben ma már. Úgyhogy nyilván miért ne válasszuk a leggyorsabb, vagy a legerősebbet? Nyilván minél nagyobb egy rejtelezésnek a kulcsmérete, annál nagyobb valószínűséggel nehezebb feltörni. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy egy kriptográfus az most a fejemre csapna, de mondjuk a mi egyszerű szempontunkból fogalmazunk így, hogy általában egy jó algoritmusnál, ha nagyobb a kulcs, akkor az erősebb lesz az algoritmus. A következő, megadhatok neki egy kulcsfájlt, egyébként nem kötelező, hogyha nem adok meg semmit, akkor az ID aláhúzás RSA-t fogja használni, és ezzel a parancssal le fog nekem generálódni egy kulcspár, két darab fájl, valami, amit odaírtam a kulcsfájl néven, és ugyanaz .pub néven a nyilvános része. Ebből a nem pubot, tehát a titkos kulcsrészt, ezt nagyon-nagyon-nagyon őrizzétek meg. Annak a fájl jogosultság beállításait azt egy normális Unix rendszeren mindig hagyjuk úgy, hogy csak mi tudjuk olvasni, és egyébként lehetőség szerint nem mentjük rá pendrive-ra, meg különösen nem mentjük el másik számítógépre, mert onnantól kezdve a biztonságunk az kompromitálódott. Egy fontos dolog van, hogy azért nem csak az védi ezt a kulcsfájt, ezt a publik vagy a titkos részt, hogy én nem fogom odaadni senkinek, hanem alapvetően az SSH keygen és maga az SSH kliens is fel van rá készítve, hogy én a titkos kulcsrészt védem egy jelszóval. Ezt egyébként úgy becézi, hogy passphrase, ami arra utal, hogy ez egy nagyon erős jelszó, de lényegében ez egy password. Itt, amikor generálok, akkor ő bekér tőlem kétszer egy jelszót, ezt megadom neki, javaslom mindenkinek, hogy tényleg használjon nagyon komoly jelszót, hiszen ezzel be lehet majd lépni a rendszereire, és onnantól kezdve, amikor az SSH klienst használom, akkor a belépéskor be kell majd írnom ennek a bizonyos a titkos kulcsnak a passphrase-ét, ezzel visszafejti a rendszer a kulcsomat, és azzal fogja hitelesíteni magát a szerveren. Világos? Tehát ez esetben is van egy jelszóbekérés, de az a jelszó az nem a szerveren lesz hitelesítve, hanem azzal csak visszafejtődik a titkos kulcson, és ezzel hitelesít engem a rendszer a túloldalon. A publikus kulcsrészt azt a szerveren el kell helyezni egy alapértelmezetten így nevezett fájlba, .ssh per authorized, aláhúzás keys, és hogyha ez megvan, és leellenőriztük, hogy be tudunk SSH-zni valóban a távoli gépre, akkor utána, még mielőtt internetre kapcsolnám a szervert, azelőtt praktikus a jelszavas hitelesítést lekapcsolni, az előző szlájdon lévő password authentication no, ugye itt van, és ennek a segítségével ki tudjuk zárni azt a lehetőséget, hogyha feltesztek az internetre egy olyan gépet, amin van SSH 22-es porton, akkor látni fogjátok, hogy napi adott esetben több száz vagy több ezer próbálkozás van olyan általános felhasználó nevekre, mint root, admin, test, user, meg Joe, meg ilyenek. Tehát amik tipikus user nevek szoktak lenni, és tipikus jelszavak, ezeket automaták próbálgatják az összes interneten lévő IP címen, és megpróbálnak bemenni a gépekre. És hogyha mi kikapcsoljuk a password authentication, akkor még véletlenül se fordulhat elő. Mindenki tegye a szívére a kezét. Hányszor hoztatok már létre életetekben olyan usert, aminek az volt a neve, hogy test, és az volt a jelszava, hogy test. Egy biztos, én bevallom őszintén itt a videó előtt, nekem már volt ilyen, úgyhogy praktikusnak tartom az ilyesmit elejét venni a kis problémának. Létrehozom 3 percre, csak utána egyszer csak telefonál a főnököm, hogy összeomlott a Vezuv, és azonnal rohanni kell, és ott felejtem. És ezért aztán az ilyenfajta problémák elkerülésére használunk egyrészt
az előző slide előtt. Nem, bocsánat, az előző slide, igen. Tehát felhasználó felsorolását, hogy ki jöhet be egyáltalán, és megmondjuk, hogy a password authentication-t kikapcsoljuk, innentől kezdve az ilyen problémák azok nem tudnak minket hanyatlálni. És most tartsunk egy kis szünetet.